örömmel és boldogan kezdődött, de hamarosan összeomlott minden. Mi a megoldás? Lehet válás után újra kezdeni? Marika és Vilmos története szerint lehet, csak teljes életmegújulással kell kezdeni. Volt egyszer, amikor odamentem édesanyámhoz, részegen, és azt mondtam neki, hogy anyuka, engem többet nem látsz. Azt mondja, miért, fia? Mondom, azért, mert hazalököm magam. Ez magyarul öngyilkosság. Ez az édesanyja 25 évig imádkozott az ő tékozló fiáért. Keresztény családban születtem, és minden gyakorló hívő szülők gyermekeként minden vasárnap mentünk gyülekezetbe, jártunk imaházba. Szüleim példamutató élettel éltek előttünk, de édesapám halála 14 éves koromban egy elég komoly törést hozott az életembe, de egy bizonyos szabadságot is hozott nekem, mert ugye az édesanyák azok általában nem olyan szigorúak, mint az édesapák. És úgy elkezdtem kacsingani kifelé a világ felé, és érdekes módon a gyülekezetben ifjúsági órákon, pénteken vagy szombaton volt ifjúsági óra, aztán egy-két barátommal, hogy ifjúsági óra után elmentünk a faluba tekeregni, este 10 óra körül, és bebenéztünk a diszkókba, és hát eleinte csak úgy, hogy kívülről néztünk be, de hamarosan be is kerültünk. Bementünk, és tetszett az a, hogy a lányok, ahogy táncolnak. Hamarosan ki is maradtam a gyülekezetből, egyáltalán nem jártam, aztán egyre jobban belemerültem az éjszakába. Egy nagyon agresszív típusú ember voltam, az éjszakában állandó verekedés, az volt a szlogán, bementem egy éjszakai mulatóba, vagy bárhova, akkor azt mondták, hogy csukjátok be az ajtót, mert megjött a delivery. Egy rendes családba születtem, egy rendes, normális, szorgalmas családba. Szüleim annak ellenére, hogy nem hívő emberek, fantasztikus emberek, mindent megadtak nekem, amit csak tudtak. Így éltem az életemet, 21 éves koromig, akkor megismerkedtünk a Vilmossal. Hát talán akkor is volt bennem egy-két alkohol, egy kevés, de bátran megmertem szólítani. Aztán ő mondta is nekem, hogy tetszik bennem az, hogy kis cigaretta szag jön egy férfiról, egy kis alkohol szag. Aztán én hamarosan megutáltattam vele ezt, mert egyre több lett az italszag, meg a cigaretta szag is. Egy érdekes dolog volt, mert először, amikor elvettem a feleségemet, akkor nem akartam úgysem megnősülni. Tehát még úgy bementünk Pestre, és ott jelentkeztünk egy házasságkötőterembe, és így fű alatt, hogy engem ne nevessenek ki a zsiványok, a haverjaim, hogy bekötik a fejemet. Milyenek láttad őt, barát? Hát nem is annyira az, hogy elesett, hanem mondom, hogy amikor voltak bizonyos időszakok, így az italozás, meg erről, ahogy beszélünk, ott tényleg a végleteknek ért. Tehát na, ott vagy nem ivott, vagy ha igen, akkor teljesen. Aha. Tehát nem is az, hogy a fizikai, hanem inkább a szellemi káó. Próbáltam megváltozni, de nem ment. Akkor egyre jobban csúsztam le, egyre több alkoholra volt szükségem. Kamionosként dolgoztam, akkor hétközben nem igen ihattam, de ha pénteken bementem hazafelé a üzemanyagkúthoz tankolni, akkor megittem egy felest, onnan biztos berúgás lett a vége, és vagy szombaton reggel, vagy szombaton este, mikor, hogy érkeztem oda. Tehát egy-két éjszakát nyugodtan távol maradtam. Kialakult addigra egy olyan kilátástalan helyzet, amit nehéz így elmondani. Például neked ilyen nem is jutott eszedbe, hogy esetleg a te se töröttél vele, hogy hát most mi van az ő házasságával? Ja, ez nem lehetett annyira beleszólni. Volt olyan, hogy hazahoztam a kocsival, hozott egy láda futó muskátlit, és kirakta, és visszajött a kocsiba, eljött. Vagyis nem szállt ki a kocsiba, hogy vigyem el. Tehát a virágot hazahozta, de ő nem akart itthon maradni. Vagy ha megpróbáltam azt tenni, hogy hazajövök, és nem fogok most elmenni kocsmába, meg elmenni az éjszakába, hazahoztam egy két üveg bort, vagy egy üveg viszkit, és mondom, itthon finoman iszogatom, az ment is. Addig, amíg el nem értem a szintet, utána szép csendben lementem a
garázsban, kinyitottam halkan a garázsajtót, beültem a kocsiba, és maxigáz, köszönés nélkül. És hát bizony a feleségem, meg a gyermekem, a gyermekeim, mert később 8 évre rá, vagy 7 évre a fiam születése után született egy kislányunk is. Aztán hát bizony sokszor a feleségemtől kérdezték a gyermekeim, hogy hol az apa, főleg a kislányom, mikor kicsi volt, és ő mondta, hogy nem tudom. A családunk többi tagja már szépen elfordultak tőlünk, szinte senki nem járt hozzánk, nem szerettek hozzánk jönni, mert tudták azt, hogy nálunk vágni lehet a cigarettafüstöt, itt bármikor történhet valami vita, a veszekedés, soha nem lehet tudni, hogy itt mire lépnek be. És hát nem úgy kezdi, hogy így áll egy felest és alkoholista leszel. Nem úgy kezdi, hogy csald meg a feleséged és tönkre megy a házasságot. Nem úgy kezdi, hogy pici kábítószert, vegyél be egy extrányi tablettát és te kábítószer függő leszel. Nem. Így finoman beinekcióz, iszol egy felest, iszol kettőt, és mire észreveszed a lejtőn, nincs megállás és már rabja vagy. 16 évi nehéz helyzetünk után, rossz házasság után mi elváltunk, én beadtam a válást. Kimondták a válást, de nem költöztünk szét, hála Istennek. Maradtunk egy lakásba, egyik szobában aludtam én a gyerekekkel, másik szobában a Vilmos, hát így éltünk olyan 2-3 évig. Tehát amikor együtt voltunk, az volt a baj, amikor külön voltunk, az volt a baj, nem tudtunk egymás nélkül élni. A Vilmos nagynénje azt mondta nekem, hogy te Marika, ne is törődj semmivel, ne búsulj, ne bánkodj, gyere el velem holnap délelőtt egy helyre, elhívlak valahová, ahol biztos, hogy jól fogod érezni magad, még itt nem voltál, de meglátod, nem fogod megbánni. Ez volt ez a gyülekezet. Hát én azt válaszoltam neki akkor, hogy Etus néni, nekem teljesen mindegy, hogy hova, csak addig se legyek itthon. Így indultam el, hát nagyon izgultam, és ez egy november 2-ai napon volt, elég hideg volt, és abból a hűvös, hideg levegőből beléptünk ebbe a fizikailag is fűtött terembe, plusz még ott volt Isten szeretete, ott lebegett a levegőbe, amit én akkor nem tudtam, hogy micsoda, de én rajtam ilyen forróság futkosott oda-vissza. Hát végigbőgtem azt az alkalmat, és azt mondanom se kell. Egyszerűen valami csodálatos volt, ilyen kézzelfogható volt, hogy itt valami van, itt tényleg valami van. Olyan dolog, amit én idáig nem ismertem, ez számomra ismeretlen volt, de viszont nekem erre szükségem van. És innentől kezdve elindult az életem egy megoldás felé. Úgy alázattal, szeretettel közeledett hozzám is, ez úgy megfogott engem is. Nekem onnantól kezdve Isten adott egy olyan békességet, amit nem tudok azóta sem máshoz hasonlítani. És láttam azt a vergődését, azt a kilátástalan életmenetét, hogy csak megy, rohan, elmegy itthonról hajnalba dolgozni, tehát tulajdonképpen ő fáradozott, ő akarta tenni a jót, tehát keresett pénzt, hozta a fizetést, azt mindig egy fél érig letette, de igazából nem számíthattunk rá, tehát volt, de nem volt, és a gyerekek csak hozzám tudtak fordulni a kérdéseikkel, vagy ha bármiben segítségre volt szükségük, és hát persze, hogy sajnáltam, de bíztam benne. Valahogy onnantól már annyira bíztam benne, hogy olyan nincs, hogy ennek itt vége, és 16 év az nem veszett el csak úgy a semmibe. Az adott egy nagy lökést és fordulópontot neki, amikor eljött tényleg az én bemerítkezésem. Ott mikor elkezdődött az igehirdetés, az a meleg szeretet, az Isten szeretete, az a légkör, úgy megszólított engem, és hallható hangon szólt hozzám Jézus, aki nem volt számomra ismeretlen, mert gyermekkoromban sokat hallottam róla. Egyszerűen borzalmasan elkezdtem zokogni, és akkor ott elkezdtem imádkozni az én testvéremmel, és igenis azt mondtam, hogy Úr Jézus, szükségem van rá, és jöjj az én életembe, jöjj és változtass meg, formáld át az én életemet. Légy az életem ura. És innentől megváltozott gyökeresen az életem és az életünk. Akkor elmentünk együtt a polgármesteri hivatalba, és elmondtuk ott együtt, hogy mi történt az életünkben, megváltoztunk, és szeretném újra elvenni a feleségemet feleségül. Az anyakönyvvezető az nagyon ledöbbent, csodálkozott,
Itt a községben még ilyen nem volt példa, itt mi vagyunk az elsők ilyenek, akik még egyszer megesküdtek. És akkor már itt Ócsán nyíltan megmertem vallani, hogy igen, szeretem a feleségemet, és akarom az én házasságomat rendbe tenni. És ez meg is történt, ez egy rövid időn belül.